Boldvai Márton Bertalan premontrai perrel adventi gondolatai. A hajnali szentmiséken szokás, hogy a csornai premontraiek felolvasnak egy-egy elmélkedést. Műsorunkban Tamás atyának az írásából olvas fel Boldvai Márton Bertalan. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Isten! Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez. Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik oda kiáltják pajtásaiknak. Furujáztunk, de nem táncoltatok, siránkoztunk, de nem zokogtatok. Eljött János. Nem eszik és nem iszik, azt mondják rá, ördöge van. Eljött az emberfia, eszik, iszik, és azt mondják rá, lám a falánk és borissza ember, a vámosok és a bűnösök barátja. Az Isten bölcsességét azonban művei igazolták. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim, már megszokhatták, hogy ilyenkor reggelente mindig valaki csornai premontrai atyák, testvérek közül olvas fel egy rövid elmélkedést. De nem csak azok közül, akik itt napról napra körülvesszük az oltárt, hanem azoknak a rendtársainak az elmélkedését is felolvassuk, akik csornai premontraiek, de jelenleg nem csornán szolgálnak. Így a mai reggelen templomunk egykori plébánosának, Tamás atyának az elmélkedését olvasnám fel. Jézus éles szemű megfigyelő volt, aki az emberi élet sok apró részletére felfigyelt. Mikor Isten országáról tanított, mondani valóját gyakran a mindennapi életből ellesett képpel világította meg. A mai evangéliumban a piactéren játszó gyerekek megfigyeléséből merített. A gyermekjátékok olykor az élet örömét, máskor az élet szomorúságát tükrözik vissza. A játék lényege azonban mindig az, hogy az aktuális hangulat átragadjon mindenkire, és általa váljanak élőbb közösséggé. Jézus azt vette észre, hogy mindig vannak olyanok, akik nem hajlandóak beszállni a játékba. Nem táncolnak, amikor a többiek, és nem szomorkodnak akkor, amikor a társaik. E tartózkodó gyerekek Jézust azokra a felnőtt kortársakra emlékeztették, akik sem keresztelő János kemény üzenetére nem sírtak, sem az ő örömhírére nem perdültek táncra. Az élet azóta sem változott. Jelenics István atya ezen embereket játékrontóknak nevezte, akik nem csak az embereket dermesztik meg maguk körül elutasításukkal, de Isten dallamát, a lelket sem engedik működni. Kifogást találni mindig könnyebb, mint meghallani végre Isten hangját. Mi nem lehetünk játékrontók, különösen nem Isten játékában. Adventben az Úr hangja mindig erősebben szólít. Vajon mi halljuk-e, és jól halljuk-e az Isten hangját? Amen.